Mint Jucika említette, polgármester úr megbízásából vagyok itt. A tegnapi nap folyamán kért fel ő és alpolgármester úr, hogy adjam át az ő szeretetüket, úgy érezze ez az itt lévő közönség, hogy ők is itt vannak köztünk. Őnekik olyan elfoglaltságok van, hogy a mai nap folyamán nem tartózkodnak Nagykanizsán. Megtisztelésnek vettem, hogy elmondhatom a következő gondolatokat az ünnep kapcsán, ami miatt ma itt vagyunk. Ahogy Jucika említette, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör épületének, a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak 85. évfordulója alkalmából, avatásának 85. évfordulója alkalmából vagyunk itt. 1928. november 11-én avatta fel Kiskanizsa népe ezt a gyönyörű épületet, ami úgy gondolom még a mai nap folyamán is gyönyörű egy épület, illeszkedik a környezethez, és nem beszélve arról, hogy 85 évvel ezelőtt ez az épület már egy emeletes épület volt. Mindenek alatt, meg sok gyalog utak vannak, én is egyet csináltam, ilyen a babámhoz jártam. Édesanyám rózsa fája, nekem nyílott utoljára, bár csak ne is nyílott volna, katona se lettem volna. Bár csak katona se lettem volna. Kanizsai!